Kedves debreceniek, tisztelt ünneplő közösség! Egy hozzáértő történész bármely eseményről, amely valaha megtörtént, el tudja magyarázni, miért volt az elkerülhetetlen és szükségszerű. Mindannyian ismerünk például olyan érveléseket, amelyek arról szóltak, hogy miért volt szükségszerű a kommunizmus bukása. Hazugságra, mondják, nem lehet tartós politikai rendszert építeni. A diktatúráknak szükségszerűen el kell buknia. Jól esik ezeket a szavokat hallani, meg egyetérteni velük, és közben nem gondolni arra, hogy milyen hosszú ideig voltak diktatúrák a történelemben. És nem gondolni arra, hogy bizony ezeknek a diktatúráknak egy részét a benne élők hosszú-hosszú ideig támogatták. A többség. Az a többség, amelyre most hajlamosok vagyunk, mint a demokrácia legfőbb feltételményesére gondolni. Nem vitatható el, Sztálinért milliókra jutottak, köztük a nélkülözők is nagy számban. Sőt, bármilyen hihetetlen Rákosi Mátyást is szerették sokan. Volt idő, amikor sokan szerették. A tőle való általános félelemben még a szakralitás is tetten érhető volt. Sokan úgy félték a kopasz ikont, mint bigott hívők az urat. És ha rajtuk áll, lehet, hogy még sokáig nagyon vannak érte. De nem rajtuk át, és nem is a történelmi szükségszerűségen. Rákosi és a magyarországi sztálinizmus bukása az első rés a kommunizmus ledönthetetlennek hit falán, vagyis 1956 a forradalom csak és kizárólag bátor magyar emberek érdeme. Nem a történelmi szükségszerűségé. A nemzeti, amelyről az ideológia agymosása kapcsán már sokan lemondtak, úgymond meghallatta a történelem a nemzet fogalmát. Slán nem vezett el. Megmutatta az erejét akkor, amikor leginkább kellett. A nemzeti együttműködés rendszere 1956-ban. Az, amelyet manapság olyan cinizmussal szokás elintézni vagy lesajnálni, anakronisztikusnak, meghaladottnak mondani, megmosolyogtatónak láthatni. Ne felejtsük el, mekkora erő volt a nemzetben akkor. Rákosi, Gerő késő, Kádár, Biszku mind túlhaladottnak minősítették ezt a nemzeti gondolatot. De 1956. októbere annak pátosza éppen abban áll, hogy nem a lakosság kedve, nem a népesség, nem a munkásosztály száll szenved az önkénnyel, hanem a magyar nemzet. A magyar nemzet egésze. A nemzet rázta le magáról a rabigát, a nemzet szállt szembe az idegen hatalommal és azok helytartóival. Forradalmárá lett diákok, egyetemisták, munkások nem osztály érdekek miatt mentek az utcára, hanem csak is a nemzetért. Persze voltak, akik Bosznába siettek és galád módon visszahívták a vörös hadsereget, azok, akik az ország katonai megszállásaért esdekeltek Moszkvában, a közösség saját szülőhazájuk rontására törtek, és inkább a saját személyes érdekéket érvényesítették. Így rontott rá a baloldal 1919 és 1848 után harmadszor is a nemzetre. És így kérdőjeleződött meg Magyarországon morálisan a politikai baloldal. És ez az a hagyomány, ez a morális, nem is hiba, bűn, amely a modern Magyarországon a legnagyobb károkat okozta. Jó, ha tudjuk, mindazok, akik a nemzeti érdekek helyett idegen érdekeket szolgálnak, ennek a hagyománynak a folytatói ma is. Akiket nem a nehéz helyzetbe került hitelesek élete érdekel, hanem a hitelt adó nemzetközi bankoknak a profitrátája nyugtalan. Akik nem amiatt aggódnak, hogy a magyar emberek erőn felül kell, hogy fizessenek Európában a legtöbbet a megélhetésért, a mindennapokért, hanem azért aggódnak, hogy a közműszolgáltatók megtalálják a számításokat sem. Ezek az erők mind ennek a vállalhatatlan politikai hagyománynak a folytatói.
akik a politikai fegyelmezés szándékából megveretik az 1956. 50. évfordulóján az utcára vonuló ünneplő tömegeket. Megalázzák őket, a szemüket kilövetik, akik a politikai ellenfelük alakjából papírmasé szobrot készítenek és primitív vuduszertaskátásként meglincselik, mint annak idején egyébként a felkelt nemzet Sztálin szobrán. Ők mind ennek a rossz hagyománynak a folytatói. Azé a hagyományé, amelyről 1956. október 23-án a magyar nemzet világosan megmondta, hogy nem kér belőle. Helyén való hát, hogy ezen a napon a forradalomra emlékezzünk, és egyértelművé tegyük, most sem kérünk ebből a hagyományból. Elég volt, nem kell. Az 1000 éves államisággal rendelkező szabad magyar nemzet nem tűri, nem tűrheti el, hogy idegen érdekek alapján alakítsuk az életünket. Ez a mi életünk, a mi országunk. Másoknak lakosság, piac, nekünk a hazánk. Fél évszázaddal ezelőtt, közvetlenül a forradalom vérbehalt folytása után a szabad világ számára a magyar nemzet a szabadság szimbólumává vált. Nagyon sokszor idézik, érdemes újra felidézni, amit a világhírű francia író Albert Camus a Magyarok Vére című eszélyében a nyugati értelmiség általános véleményét megfogalmazva írt le, idézem. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elfújnia, de ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz mi nekünk méltónak lenni erre az áldozatra, de meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat, végre egyesülő Európában. Eddig az idéző. Ma már tudjuk, Camus vágya nem teljesül. A nyugat egész egyszerűen egy kis olajért, egy kis szuezi csatornáért magára hagyta Magyarországot, a szabadságot. Sőt, csak hamar igazolta a gyilkosokat. Az úgynevezett békés egymás mellett élés egyében kiegyezett a Szovjetunióval és azok magyar helytartóival. Sőt, egy idő után nem gyilkosok lettek, hanem a legvidámabb barak, mint egy pincérei, felszolgálói, fenntartói. Így nem értette meg a nyugati értelmiség a történelmi leckét, és így vált Camus tény megállapítása félelmetes jóslattá, a sok-sok kiontott magyar vér megalvasz a nyugati értelmiség emlékezetében. És ahogyan 56-ban nem számítottunk rájuk, úgy a következő évtizedekben sem. Egy valamit kaptunk tőlük, remény. A Szabad Európa Rádió, az Amerika hangja a forradalom idején azt hasonlott, hogy van remény, mert a nyugat segíteni fog. Tudjuk, nem segített. Aztán a megtorlás éveiben a passzív ellenállásra buzdítottak, arra, hogy érdemes kitartani, mert bizony Magyarország, a nyugat ezt nem hagyja, nem hagyhatja annyiban. Annyiban hagyta. És a rendszerváltás idején megújult erővel biztosították a magyarokat a nyugati világ támogatásáról. És mi magyarok mindig mindent elhittünk, tapasztalataink ellenére, mert szükségünk volt a reményre. És mindannyiszor tartottunk. Ma senki nem kínál külföldön nekünk reményt. A nyugati közvélemény, amely fél évszázaddal ezelőtt még versenyt magasztalta a magyarok bátorságát, szabadság szeretetét, a magyar ügyet, most gyanúsan méreget bennünket. Megint itt vannak a magyarok, nem állnak be a sorba. Valami más csinálnak, mint a többiek,
mondják, és ez gyanús is, meg fárasztó is. Olyannyira, hogy nemrég egy osztrák publicista már azt írta, talán ki kellene rekeszteni bennünket, magyarokat a szabad nemzetek közösségéből, mert alkatilag nem vagyunk alkalmasak a demokráciára. Írta ezt az egyik sorból. Ideje lenne megvizsgálni, miként záradnának ki bennünket az Európai Unióból, ahová olyan könnyebben felvettek bennünket. A hírünk a világban bántóan rossz. Rémtörténetek keringenek Európa szerte arról, hogy a hatalom újabban miként zúzad be újságot, némítad el rádiókat, üldöz vallásos embereket, vezdőtönbe politikai okokból értelmiségieket. A kommunista diktatúra idején, amikor ilyesmik valóban megtörténtek, nem volt ilyen kampányszerű bizúhatat. Akkor a nyugati értelmiség kollaborált a Kádár rendszerben. Még megsimolták a buksi fejünket, hogy jó-jó, diktatúra, de azért ez mégis egy kicsit más. Most pedig mindenhova betöremkedik a rágalom cáfolhatatlanul. Mert a cáfolatok senkit sem izgatnak. Nem a konkrét esetek érdekesek. Amikor azokat rendre sorra cáfoljuk, azt mondják a nagy egész, úgy egybe. Azzal van nyilvánvalóan baj. De honnét jönnek ezek a hírek? Igazából mi történik velük? Magyarországot újra megtámadták. Nincsenek tankok az utcákon, nem bombázzák az épületeinket, a támadás azt a virtuális Magyarországot célozza, ahol az életünk nagyobbik része zajlik. Híradások, blogok, közösségi oldalak világán. Azért, mert megint felemeltük a fejünket, és megpróbáljuk a saját igazunkat, a saját érdekeinket megfogalmazni, kiállni mellette, és védeni. Ma már nem a háború meg a fegyverek a legfontosabb eszköz, nem a tömegpusztító fegyver, nem az dönt, hogy kinek erősebb és szervezettebb a hadereje, amelyek felülírják a szabadságot, a demokráciát, amelyek hozsannáznak akkor, amikor senki által meg nem választott miniszterelnökök vezénylik le a rettenetes és egyébként népnyomorító, számos országot a szakadékba taszító úgymond reformprogramokat, és nem tudják elfogadni, hogyha valaki a nemzet érdekeinek megfelelően kiáll, hiába hivatkozik arról, hogy őt viszont megválasztották a választók. A nép, a demokrácia letéteményese. Az USA is a gazdasági erővel nyerte meg a hidegháborút, nem katonai eszközökkel. És ma újra fordult a világ, ma a legfontosabb a hitelesség. Ugye? A piacok véleménye. Mit mondanak a pénzügyi befektetők? Látott már valaki? Vagy járjanak ezek itt közöttünk a piacok? Mind-mind megfoghatatlan, de a hitelesség, ha egy állam vagy egy érdekcsoport le akar győzni egy másikat, a hitelességét kell lerombolni. Ez az oka a Magyarország elleni támadások. Itt kell bennünket megsemmisíteni. Mindenkorban más-más eszközökkel. De megint nem állunk be a sorba, megint kiállunk a nemzeti érdekeinkért, megint újra azt nézzük, hogy mi a jó a magyar embereknek. Mi a jó a magyar nemzetnek. Bennünket ők választanak, mi az ő vezetőjük vagyunk. Nem a lakossági, a népé, a nemzeti. Most is folyik a harc. A Jordan úgy mutatta meg a legjobban, hogy mekkora ereje van a hitelességnek, mekkora ereje van annak, hogyha egy koncentrált támadást indítanak egy ország ellen. És most megint mi magyarok, mint annyiszor szabadságharcosként küzdünk. Azzal a biztos tudattal, hogy újra csak magunkra számíthatunk. 1956 megtanított bennünket arra, hogy senki más nem véd meg bennünket. Akármit is mondanak, mert az nem számít. Azt kell megnézni, amit cselekedtek. A nemzeti érdekeinket tehát nekünk kell megvédeni az idegenekkel szemben, és azokkal a honfitársainkkal szemben. Akik honfitársaink, de személyes okokból, más szempontok szerint mégsem a magyar nemzeti érdeket védik, hanem más érdekeket képviselnek. De mi arra tettünk hitet, hogy meg fogjuk védeni magunkat. Erre kötelez bennünket a magyar történelem legjobb hagyománya, amelynek két sarokpontja a kivívott, megszenvedett szabadság
és a nemzeti függetlenség. Erre kötelez bennünket 1956, a 20. század legfelemelőbb európai forradalma. Nem vett tudomást a geopolitikai realitásokról. Akik akkor szembeszálltak a bennünket megszálló szovjet hadsereggel, nem tudták, hogy mi a katonai realitás. Hitük volt, erejük, bátorságuk, hogy értünk önmagukért a nemzeti értéken. Nem tudtak szükségszerűségről, nagyhatalmi paktumokról, hitszegésről, katonapolitikai erőviszonyokról. Kötelességük volt megvédeni a hazát, a nemzetet. Mindentől és mindenkitől függetlenül. Ha mi is ezt tesszük, csak akkor lehetünk hirtok arra, hogy fejet hajtunk a magyar forradalom hősei előtt. Köszönöm a figyelmüket!